Hármas szabály. A maga nemében páratlan. Ez az a pillanat, amikor én örömmel vizsgáztatnám a hallgatókat, de mivel hozzájuk ilyen formán nem érek el, ezért a fiúkat vizsgáztatom. Na, miről beszéltünk ma a kalendáriumi szemlénk során? A pedagógiai világnapról. Nem igaz, Bence, a pedagógusok jogainak világ. Bravo, mindketten megleptetek. Joguk van, hogy otthon üljenek, ezt hány éve látjuk volt is. Ez, Bence, hogy ez megesett 12. és megtörtött? No. 24. No. Volt egy forradalmunk. 69. Volt egy forradalmunk. 48. Másik forradalom. 89. Yeah, 56 éve, bravo, piros pont, kis csillag. De 66-tól van, nem 56-tól. 56 éve, te az voltak. Figyelj oda tanárnénire, mert így nem kap sose jó. Egyébként borzalmas tanárnő lennél. Pont azok a tulajdonságaid vannak, ami... Hogy? Egyébként... Ja, igen, tanít, azt tudom. Igen, tehát úgy elméletileg jó fej vagyok, de lehet csak hazudnak. Bár az is tény, hogy mindegyik nem ilyen rossz diák, mint te, tehát nem kell így viselkedni. Az. Egészségedre váljék, Bence. Szóval... Megvan. A doktatók első joga hibáztatni a diákot. Természetesen. Egyébként igen. Természetesen. Tehát, bocs, tényleg nincsenek az oktatóknak jogai, csak ilyen, mint az amerikai rendőrségnél, befoghatják a szájukat jóformán ennyi. Na az a baj, hogy vannak, illetve kellene, hogy legyenek, csak nem tartják be. Na mielőtt elkomolykodnánk, az osztálystrébere Nagy Endre mondja el, hogy pontosan minek is apropóján ünnepeljük a pedagógusok jogának világnapját a mai napon. A stréber lett belőle eddig. De figyelj! Milyen akcentus szetszel itt? Megrugdostam Endrét. Az UNESCO-ról hallottunk, ugye mindannyian? Mi az az UNESCO, Nagy Endre? Az véd mindent, a pedagógustól, a műemlékig, a pésmacincélig, tehát mindent megvéd tulajdonképpen. Van egy nemzetközi munkaügyi szervezet, ez egy ilyen alegység az UNESCO-nak, és elfogadták a pedagógusi jogokról szóló 150 paragrafusból álló határozatot. Te puskázol, Nagy Endre. Persze, igen. Szégyelljed meg magad. De Bence is puskázott, mentségemre legyen mondva. Ne árulkodj te. Ja, tehát, Endikém, ez az, amikor pikkel rád a tanár. Csak hogy legyen egyértelmű. Azt hiszem, vissza jövök össze. A pótvizsgán találkozunk. Azt mondjuk, jó. Volt ilyen nekem is, hogy bementem, húztam egy tételt, mondom, viszontlátásra össze. Kérdezte, de a többi nem fog menni. Mondom, hát, próbáltam szerencsét, de nem jött össze, rögött. Ez milyen vizsga volt te? Ez kérlek szépen, normatív grammatika. Ó, édes Isten, megértelek, abszolút megértelek, hogy inkább így döntöttél. Na, ügyes voltál, Nagy Endre, meg kell dicsérjelek. Bence, te is ügyes voltál, téged is megdicsérlek. Most mondtad, hogy rossz diák vagyok. Nem azt mondtam, rossz diák vagyok. Bukott diák vagyok én. Ha elkezdesz énekelni, hazafutok. Hát, ha úgy tudnék, mint Jimmy, énekelnék. Na, akkor ne futnék haza. Hát, hogyha rúgtok, akkor se érem fel azt a hangerőt. Most jön az, amikor nem játsszuk be, ugye a Szexi Tanár Néni című dal. Nem. Amikor ezt először hallottam, azt hittem, hogy vicc. Ez kiderült, hogy komoly. A dalról gondoltad, hogy igen, vicc? Igen. Én is először egyébként tényleg őszintén azt hittem, hogy ez egy irigy, hónajmirigy feldolgozás, aztán kiderült, hogy nem. Nem, valaki ezt komolyan gondolja. Megmutatni, mit tudom. Ámen. Itt fejezzük be. Figyelj, zenét órától a vallás óráig, a nyelvtanon keresztül mindent is végig csinálunk lassan, de ettől függetlenül is azt hiszem, hogy akkor itt van helye és ide, hogy azt mondjuk, hogy Isten éltesse sokáig az összes pedagógust. Mindenkit, aki valaha bennünket, vagy bármelyik másik diákot inspirált, motivált, és egy kicsit megrugdosott hátulról, hogy húzzuk az igát és tanuljunk, mert megéri, és mondjuk esetleg igazuk is lett, illetve hát a rossz tanárokat is éltesse az Isten nagyon sokáig, mert hogyha ők nem lennének, távol tudnánk, az iskoláktól. Nem tudnánk, hogy milyen a tényleg jó tanár, és nem is becsülnénk valószínűleg annyira őket. Egy biztos, hogyha szóba került már ugye a pedagógusi jogok világnapja, amelyet ma tartunk, akkor fontos itt hangsúlyozni, hogy igenis tényleg vannak jogaik. És amit látunk az utóbbi néhány évben, néhány évtizedben lassan, az az, hogy egyre több jogot vettek el a pedagógusoktól, főleg, hogyha Romániáról van szó. Nem beszélve arról, hogy például ezen a napon ilyesmiket kellene ünnepeljünk, hogy joguk van az ingyenes továbbképzésre, például a pedagógusoknak, és ennek majd, hogy nem sebűzés szagát nem érezzük közvetlen környezetünkben, az is valami. Ezt előre akartam mondani, erre mondja a széke ezt, hogy járni jár, csak nem jut. Tehát, hogy itt ez egy másik történet. Itt a jobbomon ült ugye György Szakács Csaba, a kisebész, és ő mondta azt, hogy egyre több az adminisztratív feladat. Na, ugyanabban a hajóban ülnek ugye az orvosok is, mint a pedagógusok. Őszintén nem értem igaziból, hogy Romániában mi ez a mánia, hogy mindent le kell dokumentálni, amikor Isten igaziból sokkal fontosabb lenne az, hogy a tanár azt az időt, amit nem az iskolában tölt el,
az pontosan arra tudja fordítani, hogy készüljön az órákra, plusz tudást toljon be a saját fejébe. Emlékeztek, valamikor még egyszer volt tanárokról szó, és az egyik hallgató beírta nagyon felháborodó, ez milyen dolog, hogy ezek 2-3 órát lötyögnek a városban, és próbáltam elmagyarázni a hölgynek, csak az Istennek nem akarta megérteni, hogy van ilyen, hogy lyukas óra, és az nekik sokkal rosszabb, mert ugye náluk is az lenne, hogyha van egy kontinuitás, hogyha megy óra, aztán ő is hazamegy. Nem biztos, hogy mindenkinek így megadatott. Tehát tegyük azt is hozzá, hogy a pedagógusok egyébként valószínűleg, hogy a lockdown után azért mindenki kicsit jobban értékeli a munkájukat, amikor a tulajdon parontyodat otthon kellett fegyelmezzed. Nevelgesse, tanítgassad. Igen. Bár na, ha már visszakanyarodunk ahhozokhoz, az időkhöz, akkor azt is tegyük oda zárójelben, hogy le a kalapokkal azon szülők előtt tényleg, akik ezt érdemben meg is csinálták, és effektív átvették a pedagógusok szerepét. Igen, téged dicsérlek, Nagy Endre, nagyra nőjél. Második piros pontom is begyűlt már. Egyébként, ha már ugye a pedagógusi munkát úgy fogjuk fel, mint munkahely, és mindjárt munkajogilag nézzük meg, hogy mire is van joga, és mihez nincs joga. Akármelyik értelmes két lábon rendesen álló munkaszerződést megnézel, hogy azért benne vannak olyan dolgok, hogy azért biztosítva kell legyenek a munkaeszközök a munkát elvégző embernek, a munkát elvégzendő megfelelő körülmények is biztosítva kell legyenek. Na, ha most ilyen szempontból egy kicsit górcsa alá veszük a tanügyet, és persze nem azt a néhány helyet, ahol szerencsére tényleg oda tudták fejleszteni az oktatásnak a infrastruktúráját, felszereltségét vagy szervezettségét, ahol valamelyes rend van, de azért, ha megnézzük, tényleg nagyon sok helyen eszközhiánnyal és körülményhiánnyal is küzdködnek a pedagógusok, úgyhogy mindeközben elvileg joguk volna olyan körülmények között dolgozni, hogy ez nem is legyen kérdés tulajdonképpen. Amikor látom, hogy fut a fénymásolóirodához valaki tankönyvet kreálni, vagy kreatív módon lehetne ilyen do-it-yourself videókat csináltatni a pedagógusok, hogy hogyan csináljunk 5 percben tankönyvet, mert éppen nincs, akkor megyek, fűzök, fénymásolok, ragasztószalazok, hogy mindent csinálok. Vagy amikor tényleg ott van, hogy nincs megfelelő körülmény egy tantárgyat leadni, most nagyobb korosztályról beszélve, egy fizika, egy kémia, egy stb. Labor nincs úgy felszerelve, hogy fel kellene legyen szerelve. Én azt mondom, hogy itt munkakörülmények és munkaeszközök területén is volna, amit még a jogokon helyre billenteni. Hát azért álljon meg a verekedés egy kicsit, drága Nagy Endre, mert addig, hogy legyen mikroszkóp az iskolában, vagy legyen mondjuk egy felszerelt fizika labor, ahhoz, hogy ide eljussunk, egyszer orvosoljuk azt, amit Bence oly gyakran felemleget, például a falusi kinti illemhelyiségek kérdését. Mondjad, hogy fabudi, legyen érthető. Csak szeretném jelezni, igen, hogy nem csak a gyerkőcök szorulnak rá ilyen helyzetben, hogy szorult esetben kivonuljanak a hidegben mondjuk mínusz 20 fokban, hanem ugyanúgy a pedagógus is ki kell menjen. Tehát, hogy azért van itt még bőven mit fejleszteni az országban, hogyha oktatásról is iskolai közegről van szó, bár azt is el kell mondani, hogy mindeközben dicséretes, hogy mennyi ugye, nem tudom, óvodás, új épület, konkrétan óvoda, vagy napközi lát napvilágot, és köszönjük szépen, hogy ezek ügyszerre kinőhetnek, mint gombák a fűből, lassan. Egy kérdés, hogy ez mondjuk mennyire hazai pénzből történik, de ezt azért hagyjuk egy másik lapra, illetve ne hagyjuk, mert valószínűleg, hogyha Magyarország kormánya nem támogatná ezeket a dolgokat, akkor nálunk az oktatás azért elég rendesen megsínleni. Gondoljatok arra, hogy minden, tehát a kisebbségi lét az minden téren nehezített lét. Gyakorlatilag a pedagógiában is így van, és azt hiszem, hogy ez még egy lapátot rátesz, és a pedagógiai intézmények, magyarán iskolák, óvodák és a többi létrehozásában is. Tehát, hogy ez egy külön történet. A pedagógusok jogaival valahogy úgy vagyok, hogy az utóbbi időben úgy néz ki, hogy a biztonságukhoz való jogról kellene beszélni. Hol jött szembe? Van egy magyar, nem tudom miért megyek ilyen, keresgélek témákat, és akkor ott jött szembe velem, hogy 6 évet kapott az osztályfőnökét megverő. Ezt így hagyom, hogy Magyarországon az egyik diák megverte az osztályfőnökét. Megvan bolondulva. 6 évet a nyakába vartak, súlyos testi sértésért. Csak azon gondolkozom, hogy itt valami nagyon mellé csúszott. Hogy egyáltalán tehát, hogy ilyen megtörténhet, igen. Igen, tehát mit tudom én, az, hogy eszünkbe nem jutott volna, hogy megverjük valamelyik tanárunkat, ne adj Isten, mit tudom én, kaptunk egy nyaklevest, ilyesmi, ez egy másik történet volt. Én Isten igaziból azt látom, hogy volt egy, esküszöm, ha egyszer erre jár, akkor be fogom műsorba hívni Setényi, most remélem nem kereszteltem el Józsefet, mindegy, a Matthias Corvinus kollégiumnak az oktatás kutatóját, és ő mondott olyan dolgokat, hogy a pofám szakadt le, többek közt azt is ugye, hogy az oktatás válságban van. Ezt amúgy sejtettük magunktól is, csak hát egy szakembertől ezt mindig más hallani, és valahol két pólus között kell mozogjon az oktatásnak pillanatnyilag, az egyik ugye ez az amerikai vonal, school is fun, amitől egyébként mindenki, aki egy kicsit komolyabb tanár, vagy hogy követ kap kínjában.
És a másik ugye az a klasszikus tekintélyelvű oktatás, ami viszont meg más szempontok miatt nem működik, de azt azért ne felejtsük el, hogy a világ az sajnos úgy van összerakva, hogy úgy lehet haladni, hogy vannak kapcsolataid, van pénzed, és akkor itt a harmadik, hogy tudsz. És a tudást azt valamilyen szinten, tehát a nagy emberek, akik mindig sokra vitték, azok iskolában is egyébként mindennel összeszedték. Ezt volt ugye a Bill Gates-es sztori, jó, lehet Bill Gates-et egy megosztó személyiségnek tartani, de azt tegyük hozzá, hogy, azt, hogy hülye, azt még senki nem mondta róla. Ő mielőtt valamiről nyilatkozna, 3 könyvet elolvas állítólag ezzel kapcsolatban. Igen, én annyival egészíteném ki, vagy helyesbíteném azt, amit mondasz, hogy pont Bill Gates és társait lehet, akár nem tudom, Elon Musk, Steve Jobs és sorolhatnánk, hogy pont ők azok, akik a legrosszabb diákok voltak annak idején az iskolában, olyannyira, hogy nem tudom, tehát voltak itt ki és rúgtak, vagy el is tanácsoltak innen-onnan, arról nem beszélve, hogy ki ment végül egyetemre, vagy ki nem. Oda akarok kiugadni, hogy nem feltétlenül pedagógus függő, nem feltétlenül iskola függő az, hogy valakiből mi lesz, hanem tanulás kérdése, de a tanulás az lehet tapasztalati tanulás, nem tankönyvekből, nem iskolai közegben. Azért vannak, illetve voltak ezek az emberek, mindig megjutottak el oda, ahová eljutottak, mert hogy a készségét, vagy az, hogy mondják ezt szépen, a késztetését, ezt a szót kerestem, a késztetését érezték annak, hogy a tudást magukba szívják. Igen, mondjuk azért az, hogy rossz tanulók, ezek relatív, mert azért Jobs jutott eszembe, ugye ők az MIT-ról jöttek ki, az másrészt, hogy nem végezték el az egyetemet, mert ugye úgy mondták, hogy minek tanulni, hogyha pénzt is lehet keresni. Ami... Igen. Egyébként az, hogy nem végezték el az egyetemet, az is egy relatív fogalom, nem akkor végezték el az egyetemet, utána elvégezte mindegyik, sőt, doktoráltak is. Sőt, van némelyiknek az ilyen nagy nevekből díszdoktori címe, egyébként azt hiszem Musknak is. Igen, ugyanez a példa egyébként Zuckerberggel, ők is ugye az egyetemi projekttel annyira befutottak, lásd a FUBU nagy történetét, hogy utána minek neki diplomázni, megvette magának az egyetemet, ha akarta volna. Vissza ez az egész történethez, hogy itt jogok szintjén, hogy lehetne ezt, ugye megint van egy ilyen probléma ezekkel a világnapokkal, meg odafigyeljünk, meg ez az awareness, ahogy mondják nagyon, nagyon divatosan. Hát csak attól, mert ugye beszélünk és tudatában vagyunk annak, hogy ezeken a dolgokon változtatni kell, a jog az egy elvi történet. Az, hogy valakinek joga van erre vagy arra a munkája területén. A mai nap folyamán ugye a pedagógusok vannak górcső alatt, hogy valakinek joga, az tényleg egy elvi hozzáállás. De ahhoz, hogy tényleg történjen is valami, ott már a gyakorlati megvalósításnak is valahol elő kellene állnia. Mert mindenkinek szép jogokat lehet aranykötés könyvbe kinyomtatni, és felrakja a felső pontra porosodni, attól még az ő munkája nem fog megváltozni. Igazából, amit várni lehet így most már 56 év után, főleg itt Dél-Kelet, Fél-Balkán, Európában ezzel a dolggal kapcsolatban, hogy amellett, hogy az elvi ilyekkel tisztában vagyunk. Igen, erre is így joga lenne, az is joga, így is joga, úgy is joga, hogy valami tényleg gyakorlatban is megtörténjen. Amikor ilyen példák jönnek, amiket Bence mondta, hogy a fizikai biztonsághoz joga van egy pedagógusnak. De azért megakad a beszélgetés, és ma azt hinnénk, hogy ez alap. Vagy hogy ez rég megvan oldva, és rég így van. A másik, ami szintén jog vagy nem jog, vagy munkakörülmény kérdése, én azt mondom, hogy a sokkal konkrétabb és közelebbről való szakmai odafigyelés és segítség és támasz pedagógusoknak. Erre is óriási szükség van. Azt sem elmondom, hogy miért gondolom ezt. Nagyon sok esetben halljuk azt, hogy a pedagógusi személyzet egy része igazából vagy csalódott, vagy keserű módon végzi a munkáját, vagy ki van égve, vagy nem egészen tudja átfogni azt, hogy mi is történik. Tehát egyfajta ilyen sodródás van, teljesítjük a tantervet, de nincs lélek benne. Ez nem feltétlenül mindig annak az embernek a hibája, aki egy alig működő vagy nem működő rendszerben ilyen lelki meg szakmai helyzetbe kerül. Ez sok esetben a tehetetlenség meg a rendszer súlya terhe roppantja össze az egyébként nagyon jó potenciállal rendelkező pedagógus lelkeket ahhoz, hogy a végén, mikor már ott van, hogy 30 éve vagy 25 éve a pályán van, azt reméli, hogy csenget már a csengő és vége van az órának. És még ez, jobban várja a suli végét, mint maga a diák. És ilyen szempont mondom, hogy ezt a jogot is meg kellene valahol fogalmazni, hogy igenis a szakmai támaszra, a szakmai segítségre, az odafigyelésre, a háttérmunkára, az időnként van, aki meghallgassa a című helyzetre is, igen, joga kellene legyen egy pedagógusnak. Szerintem pont az, hogy például nem tudom, ez a törvénycikke, vagy nem tudom, ez a 150 paragrafus, amit korábban te emlegettél fel, többek között azt is tartalmazza, ugye, hogy akkor ingyenes továbbképzésekre van joga egy pedagógusnak. Valahol én ilyen típusú megoldásként látom, hogy helyet kapott, igen, akkor ebben a 150 paragrafusok egyikében, de az biztos, hogyha megnézem a közvetlen környezetemet, és jól tudjátok, most már sokszor mondtam, akkor ingyenes továbbképzésekben azért nem dúskálnak a pedagógusok.
kapcsolatos ismerősök. Nem azt mondom, hogy nincsen, mert van hébe-hóba. Például, nem tudom, egy okos eszköznek a megfelelő használata. Ilyenről én nem is tudom, hogy talán utoljára, amikor így elindult a nagy számítógépes éra, tudjátok, és megtanították az alapokat, legyen az egy Excel, legyen az egy doknak a szerkesztése, talán az volt az utolsó olyan tanfolyam, legjobb tudomásom szerint, mondom, a környezetemben, ami kifejezetten arról szólt, hogy akkor a korszerű eszközökkel kapcsolatban, igen, legyen képben nem csak a frissen végzett pedagógus, hanem az is, aki mondjuk 30 éve már tapossa az iskola lépcsőjét, és próbálja gyerkőcöknek átadni a megfelelő tudást. Vagy hogyha szóba került egy fizika vagy kémia labor, olyan tekintetben is csak technológiák szintjén annyi minden változott már, hogy érdemben lépést tartani, hó-hó. Nem beszélve ugye pedagógiai módszerekről, és akkor itt nem hazai, hanem magyarországi példát hozok inkább, egyrészt, hogy legyen meg a kellő távolság, másrészt, mert Isten igazából egy podcastben hallottam egy hasonló típusú beszélgetést, ahol pedagógussal került szóba az vagy a kérdező, és mindegy, az volt a lényege, és nagyon megragad bennem ez a mondat, hogy tulajdonképpen semmilyen típusú olyan képzése nincs sem a pedán, tehát amikor kitanulja a mesterséget, mondjuk a fiatal pedagógus jelölt, sem később továbbképzések szintjén, hogy mi van akkor, amikor a szülőt kell úgymond neveld a gyerekkel együtt, mert valahol a kettő összetart, és addig a pontig, amíg te mondjuk óvanéniként, tanítóbácsiként, vagy tanárként, vagy osztályfőnökként próbálod a legjobbat kihozni abból a csipet csapatból, aki diákságnak hívnak, de odahaza teljesen mást hall, teljesen mást hoz, sokszor pont a homlok egyenest ellenkezőjét, mint amit te értelemként bele akarsz verni a fejébe, nem tudsz mit kezdeni, nincsenek eszközeid. És valószínű, nem tudom, ez valahová biztosan a pszichológia irányába kell elmenjen, hogy valahol, amikor diák van a kezed alatt, formálandó, fiatal tehetség akár, ott jön egy szülő, vagy jön egy gyám is vele együtt, akivel esetenként meg kell tudni harcolni. Igen, általában ebből szoktak a pedagógusoknak a fejfájásai lenni, hogy a gyerek az értelmesebb, de néha a szülő az hülye. Igen. És ő aztán mindent jobban tudja. Egyébként ugye például a legtöbb panasz, azt küldtem is egy linket nektek, amiből kiderül egy magyarországi statisztika, hogy a méltóságát írja a pedagógusoknak. És ezt általában nem a diákok, hanem a szülők szokták elég rendesen belegázolni. És leginkább annak kapcsán, ugye, hogy pedagógusi jogok közt például az is szerepel, ugye, hogy a tanár bírálja el azt, hogy a diák hogyan van felkészülve. És nem tudom, és tényleg nem tudom érteni, megérteni azt, hogy valaki képes felhívni egy tanárt szülőként, ja, hogy a gyerek miért kapott hetest. Azért ma annyira tudott az én megítélésem szerint. Az a baj, és ez vannak, a tanárnak a joga. Igen, csak vannak túlkapások, és vannak visszaélések is. Tehát nem lehet, főleg egy ilyen területet nem lehet csak fehéren és feketén nézni szerintem, mert azért rengeteg árnyalat van, és nem egy olyan helyzet is adódik sajnos, amikor tényleg mondjuk megalapozott egy diáknak az a feltevés, hogy esetleg ez a tanár pikkel rám. És akkor mit tudom én, bár tudok 9-esre, de 7-est ír be a naplóba, vagy az ellenőrzőbe. Tehát voltak és vannak ilyen példák. Szerintem lesz is még a világ két nap, csak azt akarom mondani, hogy néha tényleg van alapja az, hogy a szülő nem számon kéri, hanem mondjuk felteszi a kérdést a pedagógus felé, mert mégiscsak az ő gyerekéről van szó, független attól, hogy iskolai közeg, vagy ha nem. Ha délután felhívod a szülőként a tanárt, az biztos, hogy nem kérdés, az számon kérés. Én arra gondolok, volt nekem is ilyen, mai percig emlékszem arra, hogy rettenetesen igazságtalan a helyzet volt, valami 10-esre tudtam, kaptam egy 9-est. Édes mindegy. Nem az a jegy, hanem az érzelmi súly az egésznek. Nem hiszem, hogy a szüleim valaha szóvá tették volna a dolgot, holott pontosan egyetértettek velem ebben a dologban. Ez a kellemetlen helyzet. Nézd, azt azért nem hiszem, persze, hogy a tanár van, hogy pikkel a gyerekre is. Valószínűleg, hogy nem is teljesen alaptalanul, azért a tanár is emberből van, de hogyha a diák akkor is jól fel van készül, max nem 10-esre lesz lezárva, nem 9-esre, hogyha annyira tudja. Csak van, ahol ez nagyon sokat számít, de Bence, amikor egy, mit tudom, beszámítják a 4 év általános médiáját, mit tudom, a felvételihez az egyetemen, csak mondok egy random példát. Hát ott már ez nem ront nagyot. Van, ahol ront, te tudd meg, de mit tudom én, tényleg egyetemtől vagy szakáktól függetlenül, és tényleg van, ahol ront, ahol tizedeken múlik az, hogy akkor ingyenes helyre jutsz-e be, vagy megkapod az
ösztöndíjat, vagy nem jutsz be ingyenesre. Isten igazából nem tudom, valószínű, hogy nem feltétlenül mi kell megvitassuk, de szerintem az, hogy a szülő igenis beleszólhat abba, hogy a gyerekét hogy nevelik, az egy teljesen természetes, érthető dolog. Ez sem szabad elvinni értelemszerűen a végletekig, pláne nem úgy, hogy alaptalanul hőbörögsz, és effektív te szülőként adod majdnem a körmöst a pedagógusnak, hogy ennyi. Tehát ez a beleszólás mértéke azért szerintem nagyon minimális kell legyen. De attól kell legyen, tehát az sem lehet, hogy önkényesen az intézmény berkeiben azt csinál a pedagógus a diákkal, amit akar. Hát de pont azt kellene csinálja, csak nyilván a pedagógusi etika azért itt behatárolja. Tehát, hogyha azt túllépi, abba kell beleszóljon. Azon, hogy én úgy érzem, hogy a gyerekem az nem 7-50-et érdemelt, hanem 8-at, az az én érzésem. Tehát ez viszont az én érzésem, akkor nem tudott elég jól, pont. Jó, csak most ráálltunk nagyon, tudod, a jegyekre. Mert hát tény, hogy az, hogy 9-est kap-e, vagy 7-est egy diák, első körben persze a pedagógusnak a dolga eldönteni, de hogyha olyan ormótlanul igazságtalanság történik, akár jegyek kapcsán is, nem egyszer, nem kétszer, akkor igenis emelje fel a szülő a hangját, mert a szülő azért van, hogy egyrészt életet, vagy életre nevelje a gyermeket, másrészt valamelyest azért meg is védje, nem? Igen, ugyanakkor ez megint ugyanazt a rendszert feltételezi, hogyha megfelelőképpen bízna a szülő és pedagógus is a rendszerben, akkor tudná a szülő, ha például egy osztály szüleinek a fele jelzi, hogy tudom én a horgoló tanfolyam tanárával baj van. Nem mondjak egy tantárgyat, ha szándékosan nem mondok. És mondjuk nem végzi a munkáját rendesen, órákon beül és játszik a tabletjén, kimegy, a gyerekeket magukra hagyja, stb. Akkor a szülő is kell bízom benne, pontosan a tanár is kell bízom benne, hogy van egy rendszer, amely őt felügyeli, amely a munkáját meg tudja nézni, amely igazságot tud tenni. Tehát pont azt akarom mondani, hogy nem lehet öntörvényű igazság végzés sem szülő, sem tanár részéről, hanem pont ez jelenteni a megfelelő, tegyük fel, nevezzük így most, ha már jogokról beszélünk, munkajogi védelmet, az jelenteni, ha valakinek a munkavégzését megkérdőjelezik, van egy olyan rendszer, amelyben elbírálásra kerül, teljesen objektív szakmai szempontok szerint. És ebben a rendszerben megbízhat bárki, aki a kerítés bármelyik oldalán van. Ez volna a jó helyzet. Ehelyett azt látjuk, hogy pont emiatt, mert időnként eléggé nyikorog minden eresztékéből ez az egész rendszer, nem bízik meg a pedagógusok számon kérésében sem a szülő, időnként még a pedagógus társ sem a másik társ mulasztásait illetően, és akkor bejönnek az ilyen dolgok, hogy mindenki saját kezébe veszi a törvénykezés vagy a törvény elszámoltatását. És itt kezdődnek aztán a teljesen szubjektív problémák, hogy kinek van igaza, kinek nincs igaza. Ha van egy mérföldkő, ami le van téve, és ahhoz mérünk mindenkit, és ez tényleg minden játékosra, minden szereplőre érvényes, az ilyen dolgok elkerülhetőek lennének valamelyes. Akkor sem minden esetben, de valamennyire igen. Valószínű, csak az a kérdés, mert tudod, most azon gondolkozom, hogy ilyen iskolabizottság, valamit, vagy igazgatói tanács, vagy fegyelmi bizottság, ilyenek létező dolgok vannak. Csak én annak az esélyét nem látom nagyon, bár nem vagyok benne, fogalmam sincs, de tényleg nem látom nagyon, hogy nem tudom elképzelni, tudod, hogy a pedagógus társadat mondjuk egy szülői jelentés kapcsán odaidézik a fegyelmi bizottság elé, és akkor a pedagógus társad fölött objektíven tudsz bármilyen vagy formában is ítélkezni. Vagy külső szem. Tehát valószínű, igen, ezt akartam mondani, hogy nem, ha például ilyen típusú gond adódik, akkor valószínű nem feltétlen házon belül van ennek a megoldása, mert azért mindenki is elfogult a kollégával szembe, elfogult a szülővel szembe, vagy elfogult magával és a diákkal szembe. Maradjunk inkább abban a helyzetben, hogy a normál körülmények közt ilyen kérdések nem tevődnek fel. Tehát most nyilván jó, szélsőséges esetekről beszélünk. Normál esetben azt sem kellene, hogy önvédelmi kurzust ingyenesen biztosítson a tanárnak a tanügy, de amit te felhoztál esetet, nem ártott volna egy fekete lyuk adott ponton. Vagy mit tudom én Amerikában, ugye, ahol fegyverdetektorral kell látni az iskolában. Osztogassák most, akkor joga van az ingyen golyóállom eléhez. Igen. Pont ugyanarra gondoltunk, nem? És ha már itt tartunk, és kicsit erre kanyarodtunk, joga lenne a mostani világban egy pedagógusnak például a ingyenes jogi segítségre vagy tanácsadásra? Egyébként szerintem igen. Ha már ennyi helyről, ennyiféle akár hivatalos úton, vagy bejelentés, vagy panasz érkezhet, vagy akár miért ne szakszervezeti szinten lehetne arra elmozdulni, hogy ilyen szempontból, jogi szempontból tudja azt, hogy nem kell fusson nem tudom hány ügyvéd utáni tanár, ha bajba keveredik. Valószínű, hogy igen, de én gyanítom azt is egyébként, hogy erre van lehetőség. Tehát, hogyha valamilyen gondod van pedagógusként, akkor megvannak azok az irányok és utak, ahová el tudsz indulni, hogy jogi kérdések kapcsán segítséget
kapja. Mondjuk ezt általában valami szakszervezeti megoldással legalább kellene léteznie. Egyébként meggyőződésem, hogy igen, kellene itt ilyen is legyen. Egy csomó minden kellene legyen. Nem vagyok meggyőződve, hogy alkalmasint a pedagógusoknak nem lenne egy pszichológusra szükségük. Már csak azért, hogy az iskolában felgyűlő feszültséget ki tudják valamilyen úton, módon alaposan fújni magukból. Elérhetőségünk 0726 71 99 66, és természetesen Facebookon is megtaláltok. Hármas szabály. Hétköznap a Rádió Gagán. A maga nemében páratlan. Tényleg. Hármas szabály. 56 éve immáron, 1966 óta a mai napon, október 5-én a pedagógusok jogainak világnapját ünnepeljük. El lett fogadva az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet által egy olyan határozat, amely 150 paragrafust tartalmaz, mind szépen össze-vissza szemlézve a pedagógusok jogait. Erről beszélgetünk. El is olvastuk mind a 150 paragrafust, nem. De nem is akarjuk. Egyszerűen túl hosszú volt. Elkezdtem lapozgatni, aztán a negyedik sor után eszembe jutott, hogy hova is tettem le a Jász Berényi könyvet? Diszkréten átnyergeltem. Lehet, hogy egy fokkal jobban járt el Jász Berényi kötetében. Van némi jellemhiba bennem, én ezt így nem is tagadom, de azért mégis. Te mentségedre legyen szólva, amíg nem vagy pedagógus, és mondjuk első kézből nem érintenek a jogaid, addig nem is baj, hogy inkább Jász Berényit olvasom. Végül is, igen, rendben van. Ahhoz képest meg mindenhez is hozzá tudunk szólni, mert mindenhez is értünk, például nem. Ezért mondtam én, hogy még a pedagógusnak is joga van arra, hogy valaki más ismerje a jogaikat. Igen. Aki ért is hozzá valamelyest, még az előző körben. Itt, ha már ilyenféle, ha már tényleg jogi és paragrafusi ilyen, vannak azok a jó kis betű karakterek, mint paragrafus elé tesznek, annak van valami neve annak a betűnek? Egy nem ilyen. Tudom, de olyan kacskaringó, kacskaringó, krix-krax. Na, ugye, Bence tudja, valahol tudja mélyen legbelül. De volt egy jártály jobbra, várj. Zita. Nem, csak zárlat van a fejemben, amit akartam. Jól hangzik, de nem. Jól hangzik. Zik. Jó, igen, mit akartál ezzel? Azt akartam mondani, hogy tényleg sok esetben, ha a kezembe nyomják, hogy mihez van nekem civilként jogom egy helyzetben, lehet, hogy nem fogom a saját egyszerű szögletes agyamtól fogva megérteni. Mert olyan fifikásom van megírva egy jogi paragrafus, vagy a paragrafusnak a kiegészítésnek a kiegészítés, amit visszavont, hogy aztán kihaták egy másik formában, hogy nem árt, van valaki, aki eligazít a jogaink között. Ilyenre is azért jó lenne, ha volna néhány ember, akár kifejezetten jogi szakértő pedagógiára mondjuk így rászakosodva. Szerintem egyébként van ez, amiről az előző hosszabb megszólalásban is beszéltünk, aztán Bence, te mondtad, ugye, hogy a szakszervezeti szinten talán igen. működik egy ilyen. Mondom, hogy kellene működjön, aztán, hogy a szakszervezetekről ne beszéljünk, mert hogy mondjam, nálunk, nem csak nálunk egyébként Amerikában is, meglehetősen obskurus szervezetek, aztán nyilván szintől függ és embertől függ, nem akarom ezt most ragozni, mert nincs is arra időnk, és nem is erről beszélünk ma főként. De én azért elmondom, én úgy szeretnék egyszer egy szakszervezetet alapítani. De kinek rá? Szakszervezetet akarok én. Nem tudom, hogy kinek, hol, milyen keretek és körülmények között, de hát az olyan vagány lehet, nem? Amikor... Egy szakszervezet a kincsőknek. Igen, jó. Több kincsőt a szakszervezetbe. Igen, több kincset a világban. 2023-ra kincső név lesz a legmenőbb, látjátok, ha így folytatjuk. Na jó, vissza a pedagógusi jogokhoz. Kezdve attól, hogy ugye a továbbképző kérdéskörét már meglovagoltuk, hogy jó lenne, illetve joga van a pedagógusoknak ingyenes továbbképzéshez, egészen addig, hogy például ugye a mi alapjáraton, hát mondjuk nem feltétlen szakmafüggő, de az, hogy megbecsülve legyen bárki, aki ilyen területen dolgozik, az ugye alapelvárás. Nem beszéltünk még a bérezésről és a pénzről, holott a 150 paragrafus egyike többek közt ezt is taglalja. Hogy valami pénzt megérdemelnek ezért a tevékenység. Igen, igen. De tényleg ne dolgozzon valaki elhivatottságból, jó rendben. Igen, hadd olvassam, szó szerint olyan szépen fogalmaznak itt, hogy a pedagógusok jövedelmezése nem maradhat el az egyenértékű képesítést követelő más foglalkozásúak bérezésétől. Ez azt jelenti, hogy mit tudom én, hogyha egyenértékű képesítést követelő más foglalkozás mi lehet a pedagógus szakmához képest? Legyük azt borász. A borász szerintem nem egyenértékű. Jó, bocsánat, elszaladt a nyelvem. Nem. De példának jó olyan szempontból, hogy például nem annyit kell keressen egy utász. Pedagógus, mint egy borász. Szerintem annyit sem, mint egy utász.
Nem tudom, mihez lehet hasonlítani. De ez jó kérdés, látjátok. Tehát pedagógust, azt pedagógushoz lehet hasonlítani, meg hogy mondjam, tehát nem lehet összehasonlítani a mészáros csafa vágott, bár mind a kettő vág valamit, mert akkor ugye még a sebésszel is egy kategóriába kerülnének, vagy sem. Igen, pedig én most pont arra gondoltam, látod, de apropó sebészet, bár családorvosok, szerintem a pedagógus és egy községi orvos, egy családorvos, az körülbelül egy kategória tud lenni, felelősség szempontjából. Az egyik az a mentális tudásra és egészségre, a másik pedig a fizikai egészségre koncentrál, nem? Kérdezem. Figyelj, tehát ez megint a járni jár, de nem jut kategóriája, hogy mi a fejünkben ugyan be tudnánk árazni egy pedagógus munkáját, aztán, hogy az állam azt ki tudná fizetni, az egy teljesen más történet, és igen, pedagógusok közt is valamilyen rendszer szerint különbséget kellene tenni, ez egy örök zöld kérdés, de hát ezt megint nem most fogjuk kifutni, inkább tartunk egy kis szünetet. 0726 71 99 66 írhatok nekünk itt, egyébként ott vagyunk Facebookon is. Hármas szabály. A maga nemében páratlan.